Mi a helyzet, fiúk, lányok, üdv mindenkinek újra a Star Wars Empire csatornán. Én Tamás vagyok, a mai videón középpontjában pedig nem más lesz, mint a Mandalori legújabb epizódja, amit a Jedi címre kereszteltek. Szóval, vágjunk bele! Megtisztelnének, ha csatlakoznának. Fillerek jöttek, fillerek mentek, aztán jött ez az epizód. Az epizód, amire kb. 15 éves korom óta vágyom, Ahsoka Tano egy live action seriesben. Csípjetek meg, álmodom? A legutóbbi epizódok után úgy képzeltem, hogy tudjátok, Mando átverekszi magát valami borzalmasan nehéz akadályon, azt hiszi, hogy a legvégén ott lesz Ahsoka, aztán odaér, de csak a hűlt helyét találja, majd megfordul és ott van, akit keresett, és vége az epizódnak. Hát ebben az epizódban bekezdtek egy fehér fénykard csapással, még a hideg is kirázott. Nem egészen így képzeltem, de ez egyáltalán nem baj, sőt, nagyon meglepett, csak pislogtam, mint hal a szatyorban, hogy ez most komoly, káprázik a szemem, az ott tényleg Ahsoka, tényleg Rosario Dawson játsza, és tényleg ennyire baromi jól lett a kosztümje. Le a kalappal a készítők előtt, azt mondom, csak ilyen epizódokat kellene folyton látnunk. Na de elég a bevezető hablagyból, nézzük meg, mi történt ebben a részben. Szóval Ahsoka egy kegyetlen magisztrátussal Morgan Elsbettel hadakozik, mert meg akar tudni tőle valamit. Ekkor megjelenik Din, akit a főgonosz felbérel Ahsoka ellen, de ehelyett összefognak és együtt győzik le a csajt. Megtudjuk, hogy Baby Yoda gyakorlatilag nem csak szimplán egy erőérzékeny cuki teremtmény, hanem gyakorlatilag egy Jedi növendék, hiszen a templomban élt a tisztogatás előtt, de valaki elvitte és elrejtette. Ja, és hogy egyébként úgy hívják, hogy Grogu. Ez a kis dög nekem egyre jobban hasonlít egy öntörvényű macska és egy bezöldült francia boldog keverékére. Na mindegy. Ahsoka elmondja Dinnek, hogy Grogu annak érdekében, hogy rejtve maradjon, elnyomta magában a képességeit, és oly sok idő telt el, hogy, és itt gyakorlatilag szerintem a korábbi mesterével történtekre tesz utalást, olyan erős félelmeket érez benne, hogy fennáll annak a veszélye, hogyha tanítaná, akkor azok elragadnák őt. Mondjuk egy Baby Yoda Darth Vader kombó szerintem befigyelne. Rengeteg info, és még nincs vége. Ahsoka tehát nem taníthatja a gyermeket, mert túl erősen kötődik Dinhez, de elküldi a kétfős klánt egy Tython nevű bolygóra, ahol megvan annak az esélye, hogy a gyermek az erő útját választja. Ennek igazából az a lényege, hogy ezen a helyen, ha Grogu így tesz, akkor más Jedik megérezhetik őt és elmehetnek érte. De ide van egy teóriám. Ugye a lázadókból tudjuk, hogy a hatodik rész után Ahsoka Sabine-nak akar öltve elmegy megkeresni Ezrát. Na most mivel Sabine nem volt sehol, szerintem ez itt még nem történt meg, viszont a gonosz nő személytől mit akar megtudni Ahsoka? Hol van Thrawn főadmirális? Beszarás! Ezt tudjátok, hogy simán jelenteti azt, hogy Thrawn főadmirális tiszteletét teszi a sorozatban. Na de a lényeg, kivel tűnt el Thrawn? Igen, Ezrával. Képzeljétek csak el, amikor Grogu Din a látókörre teszi, és nem más jön el Groguért, mint Ezra Bridger. Über király lenne szerintem, hogyha ezt a szállat is behoznák. Zárója bezár, értékeljünk. Hát srácok, ez egy fergeteges epizód volt, csak szuperlatívuszabb, tudok róla beszélni. Szóval, ja, ez volt a legkirályabb rész. Ez a videó ennyi lett volna mára, de még mielőtt elmennél, írd le kommentben, hogy neked hogy tetszett ez a rész. Ha tetszett ez a videó, nyom egy lájkot. Elkészült a csatorna Patreon oldala, szóval ha tetszik neked a munkám, és úgy gondolod, támogass bátran havonta egy kávé árával. Cserébe megjelenítelek a videóim végén, és hozzáférést biztosítok a Patreon oldalam rejtett tartalmaihoz. Ha te is nagy rajongó vagy, és szívesen csatlakoznál a csatornához támogató munkatársként, vedd fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy messengeren. Ha még nem tetted volna meg, iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el benyomni a csengőt, mert különben nem kapsz értesítést a legújabb tartalmaimról. Ezen felül kövess Facebookon, Instagramon, Twitteren és blogon. Az erő legyen veletek. Sziasztok!